200 lejjel nő mától a minimálbér, és több pénz marad a nyugdíjasok zsebében. Ugyanakkor február 1-e számos adóeltörlést is hoz. Mától 1450 lej az országos bruttó minimálbér, ami nettó értékben 140 lejes növekedést jelent. Ezt mindenek előtt a munkáltatók fogják megérezni, mondja a híradónk által megkérdezett könyvelő. Ezzel szemben február 1-től leegyszerűsödik a cégalapítási folyamat, hiszen ez csak nem ingyenes lesz. Ugye volt a névlevédés 72 lej plusz, amikor leadtuk az alapítási aktákat, valami 450 lej körül voltak a taxák, na most ezeket eltörölték. A minimálbéreknél pedig a munkáltatókat emberenként körülbelül olyan 80 és 100 között ti plusz adót jelent. A minimálbér megnövelése miatt azonban a forgalmi szabályok megsértéséért többet kell majd fizetni, így a büntetőpont értéke a jelenlegi 125 lejről 145 lej lesz. A nyugdíjasoknak is pozitív híreket hoz a február, nem kell adózzanak az egészségügyi biztosítási alapba, és a kis nyugdíjakat nem adózzák meg ezentúl. Csak a 2000 lejen felüli nyugdíjakat adózzák meg. A nyugdíjasoknak nem kell befizetniük ezentúl az egészségügyi biztosítási járulékot, de továbbra is biztosítottak maradnak, hiszen ezt az összeget a nyugdíjpénztárak állják mától. Ugyanakkor március 1-től a legkisebb nyugdíj értéke 520 lej lesz. Nőtt ugyanakkor az egyetemi hallgatók ösztöndíja is, közel 47 ezeren, ezentúl havi 201 lejes ösztöndíjban részesülnek, közel félmillió diáknak pedig nem kell fizetni a vonaton, ha másodosztályon utazik. Emellett megszűnik a belügyminisztérium alárendeltségében működő intézmények által eddig felszámolt 22 nem adójellegű illeték. Ezek ugyanis a 2017/1-es számú 102 nem adójellegű illeték törléséről szóló törvény hatája alá esnek. Megszűnik többek között az erkölcsi bizonyítvány kiváltásakor fizetett 10 lejes illeték, valamint 8 a vezetői jogosítvány és gépjármű nyilvántartó hivatal által kiadott okiratokhoz szükséges bélyegilleték, és olcsóbb lesz az útlevelek kiváltása is.